Epiket. Gyerekek, cicák, kutyák, egyebek. Három könnyen elkészíthető ügyességi játék óvisoknak. Meggolyós játék. Lékek. Cipős doboz teteje, olló és üveggolyók. Az egyik kisfiú behozott egy boltban vásárolt golyós ügyességi játékot, és olyan sikere volt a gyerekek között, hogy gondoltam, gyorsan készítek nekik valami hasonlót. A szülők tudják, hogy egy óvónéni szinte bármit fel tud használni, ezért volt cipős dobozunk is raktáron. Az egyik cipős doboz tetejét használtam fel az ügyességi játék táblájához. A lyukak nem sikerültek túl szépre, és annyi hibája volt, hogy az egyik lyuk túl közel került a doboz oldalához, így időnként ott a sarokban elakadt a golyó. A célnak azonban megfelelt, és nagy előnye volt, hogy körülbelül 5 perc alatt elkészült, a gyerekek pedig jó sokáig szórakoztak vele. Labirintus játék. Kellékek. Dupló. Valamilyen golyó. A gyerekek néhány perc alatt megépítették duplóból a labirintust, ezután hoztak hozzá Babilon golyót, és már indulhatott is a játék. Bohócos ügyességi játék. Kellékek. Kartondoboz. Olló. Festék vagy tempera. Piros kislabdák. Ezt az ötletet már többször láttam a neten, és tetszett, mert nagyon egyszerű elkészíteni. A kartondoboz aljára megrajzoltam a bohóc fejet, kivágtam az orránál a kerek részt, a gyerekek pedig utána kifestették. Voltak, akik önállóan játszottak vele, voltak, akik párban. Kitalálták, hogy két gyerek egy másik dobozban gyűjti a lepottyant labdákat. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!